Jakab Filánszló nagyváradi építészmérnök kapta idén a Rimanóci díjat, amelyet ötödik alkalommal adtak át Nagyváradon a Műemlékek Világnapján. Az elismerést egy szakmai zsűri évente egy alkalommal ítéli oda a műemlékvédelem terén kimagasló teljesítményt nyújtó szakembernek. A Bihar megyei RMDS 5 évvel ezelőtt hozta létre a Rimanóci díjat, melyet Nagyvárad két jeles építészéről, idősebb és ifjabb Rimanóci Kálmánról neveztek el. Ők a múlt század előn tevékenykedtek a bihari megyeszékhelyen, nagyrészt az ő munkájuk eredménye a történelmi városkép. Napjainkban azonban sokkal inkább bontani akarnak, mint építeni, ezért kell kiállni a műemlékvédelem terén, mondja Szabó Ödön, a Bihar megyei RMDS ügyvezető elnöke. Úgy döntöttünk, hogy azok viszont, akik az elmúlt 20-valahány évben munkásságukkal, tevékenységükkel arra törekedtek, hogy ezt a várost szépítsék, ennek a városnak a régi fényét felmutassák, és ahhoz hozzájáruljanak annak a régi fénynek a visszahozatalához, azokat díjazzuk. A Műemléki Világnapon megtartott díjátadón jelen voltak az ismert építészpáros egyeneságú leszármazottai is. Legifjabb Rimanóci Kálmán gyermekkorát Nagyváradon töltötte, 25 évesen települt át Magyarországra. Nekünk a szívünk mélyén ez mindig benne volt, hogy Nagyváradot, a fél Nagyváradot, hogy így mondjam, a két Rimanóci építette, két nagyon tehetséges ember. Az egyik az öregnek annak pénze volt, a másiknak, a fiatalnak sokkal nagyobb tehetsége volt. De ez a kettő, ez így összeadva sok-sok. A szakmai zsűri döntése értelmében a Rimanóci díjat idén Jakabfi László nagyváradi építésznek, műemlékvédelmi szakmérnöknek ítélték oda. Nem akarok szerénykedni, de úgy érzem, hogy nem érdemlem meg ezt a kitüntetést teljes egészében. Én megpróbáltam megvalósítani, szóval hogy van bennem ez az, hogy megvalósítsak, amit tudok a társadalomért, a magyar közösségért itten, és ezen megmozgatok mindent. Jakabfi László nevéhez fűződik a váradi Rulikovszki temetőben létesített háborús hősök obeliszkje, ő volt a vár rehabilitációjának a szakmai felügyelője, de emellett számtalan műemléképület felújításában vállalt kulcsszerepet.